Krisztusban, szeretett testvéreim! Most hallott evangéliumi szakasz legyen az elmélkedésünk tárgya, hiszen azért választják ki nagybőjt idején a világegyházban ezeket a szentírási részleteket, mert kiváltképpen alkalmasak arra, hogy a nagybőti előkészületben felhasználjuk. Amit hallottuk, az írástudó és Jézus találkozása egy vizsgáztatás volt. Kérdezi az írástudó, Mester, melyik a legnagyobb parancsolat a törvényben? Ez nem is volt olyan könnyű, hiszen a zsidóknak a 10 parancsolaton túl még sok egyéb törvénye volt, mint egy 613-at számoltak össze, amiben hát pozitív és negatív parancsok voltak egyaránt. Ebből kiválasztani nem könnyű olyannak, aki nem jártas a törvényben. Ugyanis az írástudó az nem a kifejezett írásolvasás készségét jelentette ott, hanem jártas volt a Biblia ismeretében és magyarázatában. És Jézus hozza a jól ismert főparancsolatot, hogy szeresd uradat, Istenedet, és ami már az ő zsenialitás, hogy összevonja a felebaráti szeretettel, összekapcsolja végérvényesen és elválaszthatatlanul, ez az írástudó számára is kielégítő volt, és utána megdicséri Jézust, hogy jól mondtad, Mester. De Jézus sem maradt adósa, ebből is látszik, hogy Jézusban megvolt a őszinte és pártatlan ítélkezés, hiszen több esetben az írástudókat és a farizeusokat kemény kritikával illette, de hogyha jót és jót tettek, akkor azt mindig dicsérettel illette. Ez is lehet egy tanulság, hogy olyan emberek irányában, akik felé fönntartásaink vannak, tudjunk jót mondani, hogyha az egyszer igaz és megállja a helyét. Ha most mi így belegondolunk ebbe a kampány időszakba, nem tudnak egymásról jót mondani az emberek. Ez az egyik rákfenéje minden ilyen időnek, hogy mindig a másik lesz a célpont, amikor magunk erényeit ki akarjuk emelni, és a magunk értékét. A jézusi megállapítás azonban egy hiányt is tartalmazott, mert azt mondja, hogy nem jársz messze az Isten országától. Ugyanis az írástudó is jóvá hagyta Jézust, hogy ez a többet ér mindenféle égő áldozatnál, ami a zsidóknál a liturgiában benne volt. Hát miért nem került bele az Isten országába? Az miért olyan feladat, vagy miért olyan nehéz, hogyha valaki ilyen jól válaszol? Hát azért nem volt még benne az Isten országában, és csak közelébe került, mert őnek egy elméleti ismerete volt, és hogy így mondjam, fölmondta a leckét. Mint hogyha a gyerekeket vizsgáztatjuk elsárdozás, bírmálkozás alkalmával, félreértés ne essék, az elméleti ismeretekre nagy szükség van, hogy tudjuk, hogy mit hiszünk és kinek hiszünk. De Jézus szava szerint ez még kevés, mert az Isten országa az nem egy elmélet. Ha a hitünk annyiból állna, hogy elhiszünk valami olyasmit, ami az életünkre vonatkoztatottan semmi kihatással nincs, hogy mit tudom én, mit fedeztek föl a csillagászok, és én azt elhiszem, ez önmagában egy olyan minden mentességet hoz magával, ami egy semmire sem kötelező klubélethez válik hasonlóvá. Márpedig az Isten országa, Jézus tanításából tudjuk, hogy azzal kezdődött, hogy
térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Tehát már eleve az ember számára olyasmit mondott, ami egy életforma korrekciót, változtatást kívánt. Benne legyen az életünkben az, amit hiszünk és vallunk. Az Isten országáról szóló nagy üdvösség történeti gondolat mind az Ószövetségnek, mind az Újszövetségnek egyetlen egy olyan összekötő íve, ami mind a kettőben, az Ószövetségben, Újszövetségben egyaránt fontos. Csak talán erre is áll, amit az egyházatyák így szoktak mondani, hogy ami az Ószövetségben rejtve volt, az kinyilvánult az Újszövetségben. Ugyanis a zsidók is várták, hogy az Isten országa el fog jönni, de eléggé politikai színezetet kapott az ő életükben, nagy messiási hatalommal kapcsolódott, és hát mindenféle elmélet volt Jézus korára. És miután a zsidók számára a törvénynek a megtartása volt a legfontosabb, egy rituális vallásosságú világ volt, ezért úgy gondolták, hogy azért nem valósul meg az Isten országa, mert nem tartják meg az emberek a törvényt. Néha mi is ilyeneket szoktunk mondani, hogyha megtartanák az emberek a törvényt, kétségtelen, hogy sokkal jobb világ lenne, de az Isten országa még mindig nem jönne el. Az Isten országa egyébként nem terület, lelki valóság, nem olyan, amit négyzetkilométerben meg lehet adni, és ha pontosabbak akarunk lenni, akkor nem is annyira országot kellene mondani, hanem Isten uralma. A zsidók héberül így mondták a Malkut Jahve, az Isten uralmának a területe. Az Úr Jézus szavát a görög szentírás pedig, hát Basileia Theónak mondja, Basileos, a bazilika ebből van, ebből a szóból, hogy az uralkodóház. A Basileos az uralkodó, a bazilika az uralkodónak a háza, tehát az uralom, ahol Isten törvényei megvalósulnak. És hát ez az Isten országa ilyen formán mindig személyhez kötött, és egy olyan lelki közösséget kíván, ami Isten és ember, ember és ember között valósul meg. A régi magyar nyelvben az uralomra volt azért hasonló szó az ország szóból képezve, azt mondtuk, hogy országlása idején, XY király országlása idején, uralma idején. Tehát sokkal inkább egy ilyen lelki erőteret jelent az Isten országa, mint valamiféle területet, bár Jézus mond ilyeneket, hogy Isten országa köztetek van, de ekkor a hívekre és az őt követő emberekre gondolt. Ő maga legfőbb üzeneteként ezt hozta el. Ez volt a felütése a tanításának. Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa, és vele jött el a maga teljességében. Volt egy egyházatya, Origenész, aki azt mondta, hogy hát valójában ott van az Isten országa, ahol Jézus van. És ha már előzőleg itt etimologizáltunk a görög nyelven, akkor azt mondta, hogy autó vasileia. Önmaga, hogy az autó is önmagától megy, úgy gondolták régen, önmagát mozgatja. Hát az autó vasileia, ő maga az Isten országa, ahol Jézus megjelenik. Van is olyan énekünk, hogy mintha Jézus köztünk járna. Ebből is már kezdjük megérteni azt, hogy olyan világ az, ahol az emberi személyeket átjárja a jézusi tanítás, és az olyan emberek között már eleve jobb lenni, mert érezzük azt, hogy ott több van, mint egy emberi együttlét. Valamiképpen a kisugárzásuk olyan, hogy az evangéliumot, a jézusi tanítást tovább viszik.
És hát az Úr Jézus nem határozta meg az Isten országát, nem mondott róla definíciót, de ez a jó, mert ha ő azt egy pontos mondattal meghatározta volna, ahhoz se hozzátenni, se elvenni nem lehetett volna. És akkor mindig azt kellene mondanunk pontosan ugyanúgy. De mondott példázatokat. Az Ószövetség is már mondott példákat, egyáltalán a keleti világ szeretett példákat mondani, de az Úr Jézus volt az, aki csúcsra járatta, mondhatnánk, a parabolákat, a példázatokat. Olyan történeteket mondott, amit először is jól meg lehet jegyezni, gondoljunk egy tékozló fiú történetére, tovább lehet gondolni, és megadhatjuk az értelmét az egyes részleteknek. És ezért nagyon jó össze lehet állítani a különböző helyeken mondott példázatait az Úr Jézusnak, hogy mit is ért ő azon, hogy itt van az Isten országa. Azt mondta, hogy egyszerűen már itt van, vele eljött. Csak úgy jött el, hogy még folytatódik, és a beteljesedés felé halad. A mi nyelvünkben nincsen, már most nincsen folyamatos múlt, de az Úr Jézus így mondja, hogy Isten országa elkezdődött, és halad, halad a végkifejlet felé. Egyszerre itt van, és ugyanakkor mégis várjuk, mert amikor ő hatalommal prédikált, csodát tett, akkor az Isten országának a jeleit fölmutatta. De hát a legszentebb imádságba beleszövi azt, hogy jöjjön el a te országod. Sosincs olyan állapot, amikor azt mondhatnánk, hogy álljunk meg, mert itt van a Kánaán. Megvalósult a keresztény eszmény. Nem. Annak az országnak el kell jönnie. Középkorban hitték azt, 8. Bonifác pápa 1300-ban ilyen nagy búcsús évet hirdetett meg. Itt van az Isten országa, megvalósult, hiszen egész Európa keresztény, érvényesülnek a keresztény elvek, a többi világot nem nagyon ismerték, megvalósult az Isten országa. És hát rá kellett jönni, hogy nagyon sok hiányzik még az Isten országából. Ezért nincs az az állam, amiben a legkeresztényebb pártok vannak, hogy ott az Isten országa megvalósulna. Egy választásnál mindig azt kell nézni, melyik az, amelyik legtöbbet megpróbál megvalósítani az evangéliumi tanításból, az Isten országából. Melyik az, oda teszem a voksom, de önmagában egyetlen egy földi uralom nem tudja biztosítani az Isten országának a megvalósulását. És ez egy feszültség, hogy itt is van, meg várjuk is az Isten országát. És magában névben benne van, hogy Isten országa. Természet fölötti valóság. Máté evangélista ugyanezt a gondolatot nem ismerik kimondani. A zsidók nagyon csínyán bántak az Isten szóval. Azt mondták, hogy Adonáj, hogy Úr, mennybéli, de hogy Istent, Jahvét kimondják, ahhoz nem volt bátorságuk. Évente igazából egyszer mondta ki a főpap a Szentek Szentjében, a nagy engesztelési napon. Ezért, hogyha Máté evangéliumát olvassuk, akkor mindig ezt találjuk, mert a mennyek országa hasonlít. Zsidóknak íródott, figyelembe vette az ő befogadó képességüket, és nem azt mondta, hogy Isten országa, hanem mennyek országa. Na most ez a mennyek országa, Isten országa egyszerre természet fölötti, egyszerre földi valóság. Hát annyi földi feladatunk van, de ugyanakkor a természet fölötti világot szeretnénk kiteljesítve megélni. És ez egy óriási feszültség az ember életébe. Hát csak ilyenre gondoljunk, hogy belemerülünk a földi munkánkba, és ugyanakkor hát jó lenne időt szakítani imádságra, szentmisére, mindenre, ami a lelki életünket tápolja, és néha az időt kiszakítani nehéz, nehéz egyikből átmenni a másikba, mert a gondolataink itt járnak, ott járnak, és ez a keresztény embernek a művészete,
hogy ebben a világban él, teljes erőbedobással dolgozik ezen a világon, de tudja, hogy ez a világ nem adja meg neki a végső célját. Mert nem adja meg. A Diognetoszhoz írt levél az ősegyháznak egy olyan levele, amit valaki írt, de nem tudjuk, hogy kicsoda. Egy Diognetoszhoz írt, Diognetosz úrnak írta, és azt mondja ez az író, csodálatos szép levél a második századból, a keresztényeket külsőleg semmi nem különbözteti meg a többi embertől. Ugyanúgy járnak, ugyanolyan házakban laknak, de más a lelkületük. A muszlimok csadorban, mit tudom én, milyen öltözékekben járnak, már messziről lehet látni, hogy na, ezek muszlimok. Azt mondta a Diognetoszhoz írt levél, semmibe kívülről nem különböznek, de belülről igen. És ez a fontos, hogy a belső lelkületük dolgoznak ezen a világon, de sosi felejtik szemük elől az örök célt, hogy nekik oda el kell jutniuk. És hát ez is egy olyan feszültség, ami az ember életét végig kíséri. Teilhard de Chardin volt az a múltszázadi híres jezsuita teológus, nagy kiváló tudós ember volt, aki írt egy ilyen című könyvet, hogy az isteni millió. Mert annak előtte valahogy úgy gondolták, hogy ha valaki igazán szent akar lenni, akkor legyen szerzetes. De még ott is, minél szigorúbb szerzetben van, ott lesz szenté. És Teilhard de Chardin azt mondja, hogy mindenütt szenté lehet lenni. Nem kell külön választani az életformákat, hanem ott kell megtalálni az életünkben az életszentség útját, ahol vagyunk. A munkánkba, a tudományba, a kultúrába, vagy akár a gyerek a játékban is. És hát ez az Isten országa, így mondja az Úr Jézus, hogy egyszerre ajándék és feladat. Egyházias nyelven szólva azt lehetne mondani, hogy kegyelem, mert ajándék, és ugyanakkor egy parancs is. Na most itt mi egy kicsit ismét csak különbözünk a protestáns testvéreinktől, mert ők azt mondják, hogy a megigazulás is az kegyelem. Legfőjebb háládatosságból idézem a KT-t, tesszük a jót. Mi azt mondjuk, az Isten országát ajándékba adta nekünk az Úr Jézus. Olyan ajándék, amit meg nem tudunk bérként szolgálni. Ám de, mégis nagyon kell küzdeni érte, hogy azt elnyerhessük. Maga Jézus mondja, Isten országa erőszakot szenved, és erőszakosok ragadják el azt. Tehát nem immel ámmal, hanem erőbedobással szeretnék az Isten országáért. És ugyanakkor tudjuk, hogy mi nem a magunk erejéből üdvözülünk, az az Isten kegyelme. De nekünk mindent meg kell tenni, hogy eljussunk az üdvösségre. Mert a végítéleten számon kérnek tetteinkről. Mit cselekedtünk? A cselekedetnek nagyon nagy fontossága van a keresztény életben. Nem csak utólag, hanem előzőleg is, hogy mit kell megtennünk. És abban még sokszor benne lehet az is, hogy elviseljük a nehézségeket és a szenvedéseket. Apostolok cselekedetében olvassuk, amikor ott buzdítják a első keresztény közösségeket az apostolok, és hát ők gondolom panaszkodhattak, hogy ez is van, az is van, üldöznek bennünket, meg nem értenek meg, meg mit tudom én, Jézusért gyalázatot szenvedünk, akkor azt mondja Pál apostol, vagy az apostolok mondják nekik, sok viszontagságon átjutunk be Isten országába. Én nekem egy emlékem fűződik hozzá, ehhez az apostolok cselekedetbeli mondathoz, az első szabadságra mehettem haza a katonaságtól, abban az időben még véletlenül se lehetett bevinni, mert időnként megnézték, hogy mi van nálunk, szentírás vagy valami vallásos könyv. Nagyon kivoltam rá éhezve, hazamegyek, kinyitom a szentírást,
Ez a mondat ötlött a szemembe, sok viszontagságon át jutunk el Isten országába. Rögtön úgy is aláhúztam, és ameddig hát azt a szentírást használtam, mindig eszembe jutott, hogy ezt akkor egy számomra nehéz helyzetben, mint vigasztalást olvastam, hogy az Isten országáért néha szenvednünk is kell. És az Isten országáért fáradoznunk kell, dolgoznunk kell. Jézus mondja is a gondviselésről szóló példázatában, amikor azt mondja, keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. Ez volt a primíciási elmondatom újmisés koromba. És utána hozzáteszi, és a többi mind megadatik nektek, hozzáadatik. Ha az Isten országát keressük, akkor a többi dolog is hozzáadatik. Valaki szellemesen így fordította meg, ne keressétek Isten országát, a többit is elveszik tőletek. Tehát az Isten országáért fáradozni, az kötelességünk. És az Isten országa ezek a napján egy olyan lelki állapot, lelki millió, ahol legjobban meg tudjuk valósítani az evangéliumot. És az Úr Jézus mond olyan hasonlatokat is az Isten országáról, hogy az valami óriási érték. Gondoljunk a földbe rejtett kincs hasonlatára, vagy az igaz gyöngyre, amit ha valaki megtalál, akkor képes mindenét eladni, mert tudja, hogy sokkal értékesebb az, mint amit ő rákölt. És azt mondja, hasonlít az Isten országa a földbe rejtett kincshez. Az emberek agyát azt mindig foglalkoztatta, hogy mi van a földbe rejtve. Hát itt voltak a szeúzó kincsek, ugye? Kecskemét, hogy ha én találnék egy ilyen nagy dolgot, ha már csak 1%-át adnák ide a megtalált összegnek, már akkor is az egzisztenciám meg volna vetve. Így gondolkodtak, hát olyan mesés összegekről beszél az ókori kelet, hogy mit tudom én, Kleopátrának Antonius 10 millió szestercius értékű drága kincset, egy igaz gyöngyöt adott, egy kisebb tartománynak az ára volt. És a Jézus ezt a hasonlatot használja, hogy ilyen értékes az Isten országa. Kérdezhetné az ember, hogy hát ennyire értékes, miért nem vágyódnak az emberek az Isten országa után? Miért nem? Miért kell őket sokszor úgy noszogatni, vagy lasszóval fogdosni? Van egy latin közmondás. Ignoti nulla cupido. A tudatlannak nincsenek vágyai. Ha valamit az ember nem ismer, akkor azután nem vágyódik. Valahol itt lehet az igazi oka annak, hogy mi olyan enerváltá, olyan fáradtá váltunk Európába, és minden számunkra olyanná vált, amit már ismerünk, meg meguntunk, meg nem érdekel, mert igazából nem ismerjük az Isten országát. Annyi minden más betöltötte az életünket, hogy az igaz értékek elvesztek. De ha ismernénk az igaz értékét, akkor mindent merészelnénk föláldozni érte. Egyébként a sokat bírált ilyen papi celibátusnak ez az egyetlen magyarázata, semmi más. Hogy valaki annyira értékesnek akarja, annyira értékesnek tartja az Isten országát, hogy ezt az életformát is így elvállalja érte, hogy az legyen a fő gondja. Nem a házasság lebecsülése. Hát ha valaki, akkor a katolikus egyház emeli föl legmagasabb magaslatra a házasságot, mert nem együttélés, hanem szentség. De mégis az Isten országáért lehet sok mindent vállalni, mert olyan érték. És valahol az igazi értéke és mélysége az Isten országának a szeretetben van. Ahogy hallhattuk most az evangéliumból, amikor Isten és ember szeretetről tanít az Úr Jézus. És valójában ez az életünk eleme.
Ha ez nincs meg, akkor annyi minden hiányzik az életünkből. Hány emberrel találkoztam, meg találkozunk mindannyian, aki azt mondta, hogy hát, ha jobb lenne a család életünk, a gyerekekkel, a házastársammal, ha jobban élnénk, az volna a legjobb. Megvan mindenem, de valami hiányzik. Ha szeretnének, meg én is olyan közegben lehetnék, az volna a legjobb. Úgy, mikor őszinte pillanataik vannak az embereknek, akkor kimerik mondani, hogy ha az nincs, ha nem szeretik őket, és ő se szeret másokat, akkor az életnek igazából célja nincsen. És az Isten országának itt van az igazi esszenciája, lényege. És az üdvösségnek is, ami be fog teljesedni. Az Úr Jézus úgy határozza meg az üdvösséget, hogy azt mondja, az örök élet az, hogy higgyenek, hogy ismerjenek téged, Atyám, s akit te küldtél, fiadat, Jézus Krisztust. De a Bibliában az ismeret, az nem olyan, mint a miénk, amikor valakiről egy-két információnk van. Faluhelyen úgy ismergették régen egymást az emberek, de azért a bölcsesség hozzátette mindig azt, hogy lakva ismeri meg egyik ember a másikat. És az üdvösségben lakva ismerjük meg az Istent. Annak mélységében, mert a Biblia az ismeret szót sokszor a házasság, házastársak legszorosabb kapcsolatára is használja, hogy megismerjük az Istent a maga szépségében, mélységében, végtelen szeretetében, jóságában. Hát ha arra gondolunk, hogy ezen a világon is annyi minden van, hogyha egészséges egy ember, főként fiatal, akkor örökké találna fantáziát abba, hogy éljem. Hát mindezek alkotójában, az Istenben ez ne lenne meg, tehát amire mi vágyunk, az már ott van a szívünkben. És azt az Isten országa hozta el, és ezt akarja ez a fogalom. Hát olyan jó lenne, hogyha ránk nem csak azt mondanák, hogy nem jársz messze az Isten országától. Mert az ördögök is hiszik az Istent, benne van a Szentírásba. Goethe azt írja a Mephistóba, vagy a Faustba, Mephistó szájába adva, a hit igazságokat én is ismerem, csak hinni nem tudok. Nekünk nem ismerni kell csupán a hit igazságokat, hanem hinni, megélni és cselekedni a hit igazságok szellemébe. És akkor benne vagyunk az Isten országában. De egyelőre tűzzük ki célként, ahogy Jézus mondja. Keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. És akkor remélhetjük, és rá is fogunk jönni, hogy Jézus szava igaz, a többi mind hozzáadatik nektek. Amen.